Üdvözlöm Önöket! Ezen a héten, ezekben a napokban fontos információ és hír, hogy most fogják kézhez kapni Magyarországon a nyugdíjasok először az idei emelt összegű nyugdíjukat. Január 1-ével, mint tudjuk, infláció követő mértékben 2,4%-kal növekedtek a nyugellátások. Magyarul ilyen összegű, ilyen mértékű nyugdíjemelést sikerült végrehajtanunk. A nyugdíjkifizetésekkel egyidejűleg ugyanilyen mértékben emelkednek a rokkantsági és a rehabilitációs ellátások is, szintén 2,4%-kal, illetve a baleseti járadék is ilyen mértékben emelkedik. Az intézkedés széles tömeget érint Magyarországon, 2,8 millió embert érint egészen pontosan. Az öregségi nyugdíjasok esetében átlagosan havi több mint 2520 forinttal kapnak magasabb nyugdíjat az idén 2014-ben, mint amennyit tavaly kaptak az időskorúak. A Gyurcsány korszak időszakával szemben a mostani kormány megvédi a nyugdíjasokat, megvédi a nyugdíjakat is. Mindent megteszünk azért, mindent elkövetünk azért, hogy a nyugdíjasok terheit pedig a nyugdíj emelés mellett a terheiket csökkentsük. Erre a kiállásra különösen is nagy szükség van, talán azt is mondhatjuk, hogy az eddigieknél még nagyobb szükség van, hiszen úgy tűnik, hogy veszély leselkedik a nyugdíjakra, a nyugdíjasokra, hiszen ma ugyanaz a Gyurcsány Ferenc diktálja a forgatókönyvet a bukott baloldalon, aki a nyugdíjasokat teljes létbizonytalanságba sodorta kormányzása időszakában, és aki a program hirdetéséből kiderül, akár arra is kész lenne, hogy az állami nyugdíjak csökkenjenek, vagy akár el is tűnjenek a magyar kifizetések sorából. Ugyanaz a program formálódik, alakul a baloldal házatáján, mint amely az első Gyurcsány korszak időszakában már látható volt. Emlékezzünk vissza arra, hogy a kormányzásuk időszakában egy havi nyugdíjat elvettek minden magyar nyugdíjastól. Egyik napról a másikra cserben hagyták a magyar nyugdíjasokat, és kormányzási időszakában a nyugdíjak folyamatosan, tendenciózusan elértéktelenedtek, értékük évről évre csökkent. Ha ő rajtuk múlik, a magyar baloldalon, Gyurcsány Ferencen múlik, akkor ma nyugdíjadó lenne érvényben Magyarországon, hiszen ezt ők törvénybe iktatták. Annak a hatályba lépését azonban a Fidesz törölte el, ilyen módon mi megakadályoztuk az első Gyurcsány korszak ezen nagyon súlyos és veszélyes program elemét. A magyar emberek nyugdíj megtakarításait is láthattuk, hogy a gyurcsányi időszakban elherdálták, hiszen a befizetéseket a baloldali kormányzás időszakában kötelezően külföldi kézben lévő magánnyugdíjpénztárakba irányították. Azt is mondhatnánk, hogy átjátszották külföldi kézben lévő magánnyugdíjpénztárakba a magyar emberek megtakarítását, nyugdíj megtakarítását. Az, hogy a külföldi magánpénztárak ebből ugye extra profitot söpörtek be, az azt eredményezte, hogy a magyar emberek nyugdíj megtakarításaiból ez a bevétel, nyugdíj megtakarításaiban ez a bevétel nem jelent meg. Tehát saját hasznot húztak ebből a pénztárak. Ezzel nem csak a jelenlegi nyugdíjasoknak, hanem a jövőbeli nyugdíjasoknak a létbiztonságát is veszélyeztették ezzel a technikával,
a baloldali kormányok. Ha ő rajtuk múlt volna, akkor bizonyosan milliók kerültek volna a nyugdíjellátáson kívülre Magyarországon. Ma ugyanez a Gyurcsány Ferenc és ugyanez a politika kap egyre nagyobb teret a baloldalon, a baloldali egyezkedések sorában. Gyurcsány Ferenc azt szeretné, azt akarja kifejezetten, hogy töröljék el Magyarországon a nyugdíjkorhatárt. A nyugdíjkorhatár eltörlésével egyidejűleg pedig arra készülnek, hogy az állami nyugdíjakat is akár teljes mértékben kivonják a rendszerből. Ezt tartalmazza ugyanis a Gyurcsány Ferenc által december 1-én bemutatott és közzétett program. Gyurcsány Ferenc tehát olyan Magyarországot álmodik, amelyen annyi nyugdíjat kapna mindenki, amit meg tud takarítani, amennyit a saját mindennapos jövedelme megenged a számára. Ez magyarul azt jelenti, hogy a kiskeresetűekre, a kiskeresetű emberekre csak a létbizonytalanság várhatna az időskoruk időszakában, és sokakra az a sors jutna, az a sors várna Gyurcsány Ferenc elképzelése szerint, hogy a végkimerüléséig, gyakorlatilag haláláig dolgoznia kellene, mert hogy nem kapna egyébként nyugdíjat. A munkavállalók tehát semmilyen gondoskodásra nem számíthatnának egy baloldali kormányzás idején. Idős éveikre teljesen magukra hagyná őket az állam, hogyha ez Gyurcsány Ferencen és az ő politikájukon múlna. El kell gondolkodnunk, és el is érdemes gondolkodni mindenkinek azon, hogy milyen következményei lehetnének annak, hogyha most ez a Gyurcsány Ferenc, aki ilyen politikát folytatott és ilyen programot vizionált, ő diktálja a mai magyar baloldalon a forgatókönyvet az összefogás ügyében. A Fidesz semmi módon nem tud egyetérteni ezzel a politikával. 2010-ben a kormányváltás időszakában azt vállaltuk, hogy megvédjük a nyugdíjasokat és megvédjük a nyugdíjak vásárlóértékét. Ezt a nagyon fontos vállalásunkat a nagyon nehéz európai gazdasági körülmény közepette is teljesítettük, és fenn is tartjuk. Nem fogjuk engedni, hogy a Gyurcsány korszak és annak politikája visszajöjjön. Ez volt a mai napi üzenetünk. Nem tudom, hogy van-e kérdésük az elhangzottakkal kapcsolatosan. Parancsoljon. Nekem más témával lenne kérdésem. Igen. A létszervezet javaslata alapján mindenkinek egy alapjövedelmet kellene kapni a feltétel nélkül. A szocialisták támogatják ezt a javaslatot, és kérdésem az lenne, hogy mi a Fidesz álláspontja ebben az ügyben. Hát úgy látjuk, hogy a szocialisták egy nagyon veszélyes blöffbe kezdtek, ugyanis ez az úgynevezett alapjövedelem, ez az elképzelésük szerint mindenkinek járna Magyarországon. Most képzeljék el azt a szituációt, azt a helyzetet, hogy a tehetős emberek ugyanúgy kapnának ilyen alapellátást, mint a szegény sorban élő emberek, és képzeljék el azt a helyzetet, hogy akik dolgoznak, akik mindennaposan bemennek a munkahelyükre és adót, jövedelmet termelnek, ők is megkapnák ezt az alapjövedelmet, és azok is, akik egyébként elkerülik a munkát, akik nem dolgoznak, akik nem fizetnek adót Magyarországon. Ez egy blödli. Azt gondolom, hogy veszélyes is ezzel foglalkozni, hiszen a szakértők kiszámolták, hogy ennek a költsége elérheti a 10 ezer milliárd forintot is, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy tolvonással akár a nyugdíjkasszát teljes mértékben megszüntetné. Mondjuk ez helyettesíteni a nyugdíjat, nem tudjuk. Ez egy ilyen ötletelgetés, ami mögé beállt az MSZP, nagyon veszélyesnek látjuk a költségvetése is, és a magyar emberekre is, és borzasztó igazságtalannak is látjuk. Nagyon fontos lenne, hogy ne ötletelgessenek tovább a baloldalon.